vadászat az azért érdekes, nagyon érdekes. Mert minden rossz indulat nélkül az emberek nagy része nem szereti a vadászokat. És én teljesen megértem. Mert én például, hogyha televízióban látom, hogy ott van a kis őzike, és megy, és gyönyörűen ugrik, és jön a rohadt vadász, és bum, lelövi, akkor én is azt mondom, hogy én nem csodálom. Mert de a vadászat az nem erről szól, csak ez marad meg az emberekben. Azt nem mondhatja, hogy mikor egy vadászfilmet nézek, akkor nem mondhatja a narrátor. És 3 hete már megállapították, hogy a vadoknak ez a tézi, ezt a példány például ki kell venni az állományból. Aki egyszer elmegy így vadászni, vagy vadászokkal csak úgy nézelődni, az lehet, hogy letagadja, de egész biztos, hogy 3 perc alatt. Ugyanis mindenki vadász. Mindenkiben benne van az ember, mert benne van a vadászati ösztön. Lidergek. Valami bizserget. Lázráz, lüktet, dobog, jaj, de furcsa dolog. Valami különös, valami szokatlan kalimpál ideben. Nők fondorlatból úgy csinálnak, mintha ők nem lennének egyenjogúak. Nagy találmány. És ezzel el tudják érni, hogy akkor a férfiak szégyenkeznek, hogy szegény nők nem egyenjogúak, miközben nem veszik észre, hogy ők nem egyenjogúak a nőkkel. És mi már mit küzdünk, de nem tudunk szülni egy gyereket. Akár mennyire a szűk, de mi is olyanok akarunk lenni, mint a nő, de képtelenség. A nők a világ urai és legkedvesebb isteni teremtények, az is igaz. Fondorlatosak, édesek, aranyosak, gonoszak, de nélkülük nem lenne világ.